Sok-sok gyermek, őszinte mosolyok, jó hangulat, ez a Lurkó Fesztivál Csíkszeredában. A Gyermek és Ifjúsági Színházi Találkozó 2014-ben már a második kiadását éli meg, és egyre nő a népszerűsége. Az előadások a legkülönbözőbb helyszíneken zajlanak. A nagyszínpadon, a kamaratteremben, szabadtéren és osztályteremben egyaránt élvezhetik a kicsik és a kamaszok a produkciókat. Erdélyi és magyarországi társulatoktól összesen 13 műsorszám szerepel a fesztivál programjában. A színház az annyira szervesen hozzátartozik az emberi létezéshez. Az első pillanat, az első tudatos emberi megnyilvánulásunkban már van valamilyen színházszerű az, hogy egymással szóba állunk, beszélgetünk, kommunikálunk. Annak már vannak színházi tünetei, és ebből aztán kifejlődik a színház, mint művészet. És azt gondolom, hogy az ember valójában hazatér a színházba, hogy önmagára talál, amikor elmegy a színházba, és a színházi élményt megtapasztalja. Ha minél korábban kezdi, annál szerencsésebb a gyerekek személyiségfejlődése szempontjából, azt gondolom, hogy nagyon hasznos. A színházat igazából nem lehet ilyen kategóriákba besorolni, hogy gyermekszínház, vagy nem gyermekszínház, felnőtt színház, de a színház az mindenkinek kell szóljon, és mindenkit meg kell tudnia szólítani. A létjogosultsága annak, hogy gyermekeknek is játszunk, elsősorban az élményszerzésben van. Én ebben látom nagy feladatát. Azon kívül ugye, hogy a mesék meg a színház is nevel, ezen kívül élmény nyújt a gyermekeknek. A gyermek eleme a játék, a színház pedig ennek a játszótere, tehát messze menően jól érzik a gyerekek magukat a színházban. Feloldódnak, láttuk itt is, teljesen részt vesznek Boka Gábor játékában, és minden izgalom nélkül, ösztönből, zsigerből csinálják. Három és tavaszi szél vizet áraszt. Úgy, hogy gyönyörű. Társat választ, virágom, virágom. Nem a divat sodrában, hanem tartalmi szempontokat követve és a városban körülnézve támadt az ötletünk, hogy ez lehet az a színházi fesztivál, amivel mi igazán tudunk azonosulni, és amivel azt tudjuk üzenni, hogy ebben a városban nagyon sok a gyerek, nagyon nagy a színház iránti érdeklődés. És nekünk feladatunk az, hogy ennek elébe menjünk, és ezt jó irányba vigyük. Azt gondolom, hogy egy igazi szép nap ez Csíkszereda életében, a csíkszeredai debütáló nyárban, hogy a színházkedvelők legfiatalabbjai jöhetnek össze a második gyermek és ifjúsági színház találkozóra, a csíkszeredai Lurkó Fesztiválra. Őszinte szívből gratulálunk a Csiki Játékszín munkaközösségének, igazgató úrnak, segítőinek, hogy ilyen komolyan vették ezt a feladatot, és hogy évről évre van erejük megújulni és újabb dolgokat kitalálni. Ezt a fesztivált én egy nagyon jó dolognak tartom, hiszen egyik generáció jön a másik után, és a gyermeknek nem elég, nincs az a játékmennyiség, amivel őt el tudnád untatni, és ha ezzel a játékkal még nevelni is tudjuk, és szépre, jóra tanítani, akkor ez a fesztivál ezt szerintem messze menően szolgálja, ezt a célt. Figyelem, három és! Még nem adjuk abba! Nagyszerű gratulál! Tehát a tisztelt jelenlévő képességgel ezt a bizonyos nyári napot láthatják. Mikor is fősünk Kukorica Jancsi, ezen a napon búvat tekintetét nem a nyájra veti, hanem hova néz, kire néz, mire néz, itt hölgy. Iluskára tapsoljuk meg a hölgyet! Kaptál már cukorkát? Akkor ki nem kapott, nem kaptál? Köszönöm meg neki, mert ő nyerte. Jó? Nagyrészt a Erdélyben
magyar nyelven játszó társulatoktól hívtunk gyerekeknek és fiataloknak szóló előadásokat, hiszen ez egy gyermeki és ifjúsági színházi fesztivál. Mi a fesztivállal azt a repertoárést igyekszünk pótolni, amit a kőszínházi repertoárunk nem teljes egészében nyújt. Mi kisiskolásoknak játsszuk a mesejátékainkat, a középiskolások pedig rendszerint a felnőtt repertoárt nézik. Így a Lurkó Fesztiválra elsősorban az óvodásoknak és a kamaszoknak hozunk olyan előadásokat, amelyek célzottan nekik szólnak. A kezdő napon a megnyitó után János Vitéz hiteles történetét láthatták, hallhatták a nézők Boka Gábor előadásában. Utána a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput társulata lépett a színpadra a Kormos képpel mutogat című produkcióval. Végül pedig a Képes krónika elveszettnek hit lapjai, vagyis a Toldi legenda historika elevenedett meg ismételten Boka Gábor tolmácsolásában. Az első napon mindhárom előadást tüneményes, csillogó szemek kísérték végig. Odaállt át Miklós György! Ott kibátja tisztény, ami engem illet. Pénz, paripát, fegyvert, azon túl az Isten áldjon minden embert. Hát most, hogy mi történt, édesapád, jobb, ha nem néz ide. György oda át, nem félsz tőlem, Márton? Pedig nagy lesz ez a pofon, készít. Kész ki áll. Itt te juskelek! Ne mondd, hogy ki nem adtam, György, kiállts, arcú csapja, szintú csaptam, tapsni armáton. A tavaly meglepetés ért a várost, amikor beköszöntünk ezzel a fesztivállal. Kezdetben óvatoskodó érdeklődés, aztán egyre lelkesebb részvétel volt a jellemző. A tavalyi tapasztalatokat hasznosítva, most változtatunk az időponton, nem június első hetében, hanem május utolsó hetében rendezzük. Azt üzente a közönség, hogy nekik így jobb, és mi ezt meghallgattuk. Továbbá lehetővé tettük, hogy a nagyszámú gyerek színház bérletesünk jutalomként, vagy a bérletét érvényesítve részt vehessen az eladásokon. Tavaly visszafogottabb volt a résztvétel a közönség részéről, ezért ősszel már a bérletben meghirdettük a Lurkó Fesztivált. Választhattak sokan, hogy 3 előadásra vagy 4 előadásra váltanak bérletet, és meghagytuk az óvisoknak is azt a felületet, ahol bejöhetnek. Gyakorlatilag már jövő hétre minden hely elkelt, úgyhogy 2 vagy 3 olyan előadás van, ahová még be lehet jutni. Vegyed meg a békát! Miklós nagy szerencsére feltámadt a szél, hevesebben mozgatta nádat. Kitört a vihar hatalmas eső keretele! Köszönöm a segítséget! A gyermekek, főleg, hogyha a saját kortársaikkal vannak a nézőtéren, és a felnőttek nem intik őket csendre, akkor nem tudnak sznobbul viselkedni, vagy egyszerűen nem tudnak viselkedni, tehát nagyon őszinte közönség, és őszintén reagálnak, vagy őszintén vannak csendben. Úgyhogy ez az őszinte kapcsolat határozza meg az alaphangulatot. Nem visszafogottak, nem nevelik magukat. Nagyon, nagyon örülök általában, amikor nem kerülnek elő a chipszer zacskók, és feszült figyelemmel nézik az előadást. Az ugyanolyan jó visszajelzés, mint hogyha nevetnek. Hát a gyermek előadás, meg kell mondjam, hogy sokkal-sokkal nehezebb, mint a felnőtt előadás. Ugyanis a gyermek figyelmét egyszer elveszítetted, akkor már nem igazán, akkor már nyüzsög, tesz-vesz, recsegtet. Elmúlt a varázs. Nagyon-nagyon nehéz gyerekeknek játszani, de borzasztóan szép feladat. Tátus Eszter vagyok, köszönöm, hogy így összegyűltek. Köszönöm, hogy eljöttek a Lurkó Fesztiválra. Jöjjenek, hogy